Sziasztok, szép estét kívánok mindenkinek itt a kutatók éjszakáján. Én Kunsági Máté Sándor vagyok, és jelenleg az ELTE komplex rendszerek fizikáját tanszékként folytatok kutató munkát doktorandusként. Főkutatási területem a csillagászathoz, illetve a pénzügyi szférához kapcsolódik. A két terület meglehetősen távol van egymástól, mégis összeköti őket valami, amivel én is foglalkozom. Ez pedig nem más, mint a neurális hálózatok, illetve a mesterséges intelligencia témaköre, melyet ebben az előadásban szeretnék egy kicsit közelebb hozni a hallgatósághoz. Azért is tartom fontosnak, ha tisztában vagyunk ezekkel a fogalmakkal, mivel az utóbbi években robbanásszerűen kezdtek el terjedni ezek a módszerek, és egyre inkább beszivárognak a hétköznapjainkba is, kezdve a YouTube videó ajánlásaitól az arcfelismerésen át egészen az önvezető autókig. A mesterséges intelligencia vagy AI kapcsán sokaknak talán először a hollywoodi filmek jutnak az eszébe, ahol a robotok egyszer csak öntudatra ébrednek, és átveszik a hatalmat az emberiség felett. Nos, a tudományos, fantasztikus filmek világa sokszor sokkal izgalmasabb, mint a valóság, azonban az a tény, hogy csupán az utóbbi évtized alatt milyen óriási fejlődésen ment keresztül a mesterséges intelligencia, önmagában is figyelemre méltó. A nagy fejlődést látva persze sokan vannak, akik rosszat sejtenek. Stephen Hawking például egyszer úgy nyilatkozott, hogy az AI technológia rövid távú hatása attól függ, hogy ki irányítja, a hosszú távú pedig attól, hogy egyáltalán lehet-e majd irányítani. Hasonlóan pessimista nyilatkozatot tett Elon Musk is, aki a létezésünk legnagyobb fenyegetésének tartja a mesterséges intelligenciát. Bill Gates pedig szintén azt állítja, hogy néhány évtized múlva a gépek intelligenciáját már egyáltalán nem szabad alábecsülni. Nos, a jövőről szerintem nagyon nehéz bármit is mondani, de az tény, hogy az AI jelenleg valóban nagyon intelligensen tud ellátni egyes specifikus feladatot. Az azonban, hogy a sok egyedi készség egyszer összeálljon valamilyen nagy egészé, én úgy gondolom, hogy azért még messze van. Az embert persze a kezdetektől fogva foglalkoztatja az a gondolat, hogy vajon képesek vagyunk-e az emberi észjárást teljes mértékben imitálni tudó gépet alkotni. Ha el akarunk indulni ezen az úton, akkor kétség kívül az emberi agynál kell, hogy keresgéljünk. Az emberi agy a testünk legösszetettebb szerve, ami felelős minden gondolatunkért, cselekedetünkért, érzéseinkért és emlékeinkért. Több száz milliárd neuron alkotja, és az egyes neuronok akár több ezer másikhoz kapcsolódhatnak, úgynevezett szinapszisokkal. Az életünk minden egyes másodpercében nagyjából 1 millió új ilyen kapcsolat jön létre. Ezeknek a kapcsolatoknak a folyamatos dinamikája az, ami a szokásainkat, személyiségünket alakítja az évek alatt. Az úgynevezett neurális hálózatokat is az emberi agy ihlette. A következőkben ezt szeretném szemléltetni. Ezen az ábrán két neuront láthatunk, amelyek szinapszissal kapcsolódnak egymáshoz. Ez itt a sejttest, ez pedig az axon, amelyen keresztül elektromos jelek formájában tudnak egymásnak információt továbbítani. Sematikusan ezt úgy rajzolhatjuk le, hogy ezek a kiskörök felelnek meg a neuronoknak, a köztük lévő vonalak pedig a kapcsolatot reprezentálják. Ez a jobb oldali neuron fogja értelmezni a bal oldali neuronoktól érkező információt, ahol X-ikkel jelöljük a magát az információt, amit az i-edik neuron tartalmaz, illetve W-kkel jelöljük a súlyokat, amit ez a jobb oldali neuron rendel hozzá a megfelelő információkhoz. Matematikailag ezt úgy írhatjuk le, hogy vesszük a súlyozott összegét ezeknek az információknak, plusz hozzáadunk valamilyen konstans értéket, végül alkalmazunk erre egy aktivációs függvényt, amelyek sokfélék lehetnek, most jelen esetben egy lépcsőfüggvényt fogunk alkalmazni, ahol negatív értékekre nullát ad ez a függvény, pozitívokra pedig egyet. Gondoljunk csak a klasszifikáló feladatokra. Tegyük fel, hogy ezek a neuronok a szemünk által éppen látottakról tartalmaznak információt. Mondjuk az egyes képpontoknak az intenzitás értékét tartalmazzák, amit aztán a jobb oldali neuron fog értelmezni. Legyen az a feladat, hogy eldöntsük, háromszöget látunk-e vagy sem. Egy, ha háromszög, nulla pedig, ha nem.
El tudjuk képzelni, hogyha megfelelően állítgatjuk ezeket a súlyokat, miközben sok háromszöget és nem háromszöget tartalmazó képet adunk be bemenetként, akkor egy idő után közelíteni fog a modell a helyes megoldáshoz. Ezt az egyszerű modellt hívjuk perceptronnak. Maga a perceptron Frank Rosenblatt nevéhez köthető, aki az 1950-es évek végén dolgozta ki az ötletet. Rosenblatt egyébként pszichológus volt, de láthatóan sok minden érdekelte. Sajnos az ő idejében még nem voltak ilyen fejlett számítógépek, ahol egyszerűen csak leprogramozta volna ezt a modellt. Ehelyett analóg elektronikai eszközökkel kellett megvalósítani az ötletet, ahol elektromotorokkal változtatható ellenállásokból állt ez a rendszer. A baloldali ábrán láthatjuk magát az eszközt. Az ellenállás nagysága felelt meg a szinapszis erősségének. Maga a feladat az volt, amit az imént is bemutattam, különböző alakzatokat kellett felismerni, háromszög, kör vagy négyzet. És ezt egész nagy pontossággal sikerült teljesítenie ennek a modellnek. Az eredmények hamar óriási érdeklődést váltottak ki, hiszen gondoljunk csak bele, ha alakzatokat fel tud ismerni egy ilyen gép, akkor meg lehet tanítani neki a betűket, aztán a szavakat, mondatokat. A kutatók el is kezdtek hasonlóan egyszerű problémákra alkalmazni a modellt, és hát valamikor működött, valamikor pedig nem. Az újabb nagy áttörést az hozta, hogy nem csak egy ilyen réteget tettek bele a modellbe, hanem sokat tettek egymás mögé, és innen származik a mély kifejezés a mély neurális hálózatoknál. Bonyolultabb feladatokhoz, tehát bonyolultabb struktúra is kell. A képfelismerési problémán ugye azt mondtam, hogy ha megfelelően állítgatjuk ezeket a súlyokat, akkor a neurális hálózat egy idő után helyesen fogja megállapítani, hogy a kép tartalmaz-e háromszöget vagy sem. Viszont azt eddig nem igazán fejtettem ki, hogy hogyan is kell elvégezni ezt az állítgatást. Ha véletlenszerűen változtatgatnánk a súlyokat, akkor valószínűleg eltartana egy darabig, mire pont ráhibáznánk arra a kombinációra, amit szeretnénk. Írjuk fel, hogy matematikailag mit is szeretnénk. Ugye azt akarjuk, hogy a modell becslése, ami legyen y, az legyen közel egy y vesző valós értékhez. Itt tehát valamilyen távolságot kell definiálnunk, amit most jelen esetben válasszunk egyszerűen a két érték különbségének. Ezt a kifejezést hívjuk költségfüggvénynek, amit angolul loss functionnek hívunk, innen is ered a nagy L jelölés. Ennek a függvénynek a gradiense fogja megadni azt, hogy melyik irányba fog nőni az értéke. Ezen az ábrán a költségfüggvényt ábrázoltam a modell két súlyának a függvényében. Nekünk pont az kell, hogy csökkenjen a függvény értéke, tehát a gradienssel ellenkező irányba mozdítjuk el a súlyokat. Azt, hogy mekkorát lépünk az adott irányban, azt hívjuk a tanulási rátának, vagy angolul learning rate-nek. Itt persze mindenféle bonyodalom is előjön, hogy vajon a globális minimumot találjuk-e meg, vagy csak egy lokálisat. Ez most eléggé messzire vinne minket, ezért most nem mennék bele a részletekbe. Látjuk tehát, hogy a gradiens módszer már egy célzott eljárás arra, hogy megtaláljuk a megfelelő súlyokat, hogy helyesen tanuljon a modell. De vajon miért alkalmaznak a tudományban is neurális hálózatokat? Egyrészt az utóbbi évtizedekben meg sokszorozódott a megfigyelt adatmennyiség, és az emberi adatfeldolgozás túl kevésnek bizonyult ahhoz, hogy ezt a rengeteg adatot értelmezni tudjuk. Másrésztről pedig a megfigyelt mennyiségek közötti összefüggések sokszor annyira összetettek, hogy nagyon nehéz lenne a klasszikus kutatási módszertannal megtalálni a helyes képletet. A csillagászat területén különösen igazak ezek az állítások. Az első nagy adatrobbanás a csillagászatban az 1990-es években kezdődött, amikor a Hubble űrteleszkóp megkezdte méréseit a távoli univerzumról. Hetente nagyjából 20 GB adatot készített. Ezt követően a 2000-es évek elején indították el az SDSS digitális égbolt felmérő programot, mely csupán egy nap alatt 200 GB adatot produkált. 2011-ben kezdődtek meg az ALMA nevezetű rádióteleszkópokból álló rendszer mérései, mely meg tízszerezte a korábbi értéket, napi 2 TB adatot szolgáltatott.
A legközelebbi nagy égbolt felmérő program pedig 2023-ban várható, a Large Synoptic Survey Telescope program, amely a világon valaha épített legnagyobb kamerával fog rendelkezni, és amely feltehetően 30 terabájtnyi adatot fog egyetlen nap alatt produkálni. Ekkora adatmennyiséget lehetetlen lenne pusztán emberi analizálással kezelni. Rendkívül jó példa erre a különböző galaxisok klasszifikálásának a problémája. Három fő típust ismerünk, elliptikus, spirális, illetve irreguláris galaxist. Ezek a típusok leginkább fényességeloszlásban, színben, illetve az alakjukban különböznek egymástól. Ez tehát egy viszonylag összetett feladat, melyet több millió galaxisra kellene elvégezni. Az SDSS ezért meghirdette a Galaxy Zoo nevű programját, ahol bárki segíthetett analizálni a képeket, néhány egyszerű tulajdonságot kellett megadni a képek alapján, amiből aztán a szakemberek el tudták végezni az osztályozást. Azonban ez sem volt elegendő ahhoz, hogy az összes megfigyelt galaxist osztályozzák. A nagy áttörést az úgynevezett konvolúciós neurális hálózatok jelentették. Ezek olyan modellek, amik képesek a bemenő adatot, ezek a legtöbb esetben képek, önállóan előfeldolgozni, például megtalálják a képen az éleket, a sarkokat, megvizsgálják ezeknek a távolságát, és ezekből az adatokból fog végül összegezni a modell. A konvolúciós műveletet a következőképpen képzelhetjük el. Ez itt a bemeneti kép, amire alkalmazunk egy úgynevezett szűrőt, vagy kernelt, és maga a konvolúciós művelet annyit jelent, hogy az egymás alatt lévő számokat itt összeszorozzuk, majd összeadjuk, és ez fogja adni a konvolúciónak a végeredményét egy adott pozícióban. Ugye, hogyha megnézzük, most jelen esetben ez egy 3x3-as szűrőablak, és ezt folyamatosan balról jobbra, illetve föntről lefelé tudjuk tologatni. Így összesen most ebbe az esetben 3x3-as lesz a kimenet. Ugye maguk a konvolúciós neurális hálózatok, azok valamilyen ilyen struktúrát képeznek. Ugye hogyan lehet ezt még bonyolítani? Nem csak egy szűrő mátrixot fogunk alkalmazni a képre, hanem sokat. És ezek a képnek különböző tulajdonságait fogja meghatározni, ezért is hívják ezeknek a konvolúciós műveleteknek a végeredményét feature mapeknek, ami magyarul körülbelül a tulajdonság térképnek felelne meg, hogy különböző tulajdonságait kezdik el kinyerni ezek a hálózatok a bemeneti képnek, amit ők a legrelevánsabbnak tartanak a végeredmény meghatározásához. Például ugye jelen esetben az, hogy megfelelően osztályozzák ezeket a galaxisokat. Ezek a műveletek tulajdonképpen már a neurális hálózatok előtt is ismertek voltak a képfeldolgozásban. Például a függőleges élek kereséséhez olyan mátrixra van szükség, ahol a középső oszlopban egyesek vannak, máshol pedig nullák. Egy ilyen kernel mátrixon való konvolúciós művelet nagy számmal fog visszatérni, ha egy függőleges él fölött végezzük azt el. A nagy különbség a klasszikus képfeldolgozási eljárásokhoz képest abban van, hogy itt a kernelben lévő számok szabadon változtatható paraméterek, vagyis teljesen rábízhatjuk a neurális hálózatra azt, hogy a képen látható objektumoknak mely tulajdonságait emelje ki az adott klasszifikálási feladat ellátásához. Ez tehát a már megismert klasszifikálási feladat. Ha a becsülendő mennyiség egy folytonos paraméter, akkor beszélünk regresszióról. A csillagászatban például a vörös eltolódás meghatározása egy tipikusan ilyen feladat. A vörös eltolódás lényegében azt méri, hogy a vizsgált galaxis milyen gyorsan távolodik tőlünk. Mivel tudjuk, hogy az univerzum tágul, ezért ez a távolodási sebesség a galaxis távolságáról ad nekünk információt. Magát a vörös eltolódást a legpontosabban galaxis spektrumokból tudjuk meghatározni. Itt lényegében a beérkező fotonok számát mérjük különböző hullámhosszakon. Azonban megfelelő minőségű spektrumokat csak viszonylag fényes galaxisokon tudunk mérni,
ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nagyon halvány távoli galaxisok vörös eltolódását nem tudjuk már ezzel a módszerrel meghatározni. Az újabb égbolt felmérő programok pedig egyre távolabbi részeit igyekeznek feltárni az univerzumnak, mely során széles sávú szűrőkben, azaz egy nagyobb hullámhoz tartományon készítenek képeket a galaxisról. Vagyis a feladatunk most az, hogy a képek alapján becsüljünk egy számot, a vörös eltolódást. Erre a feladatra is gyakorlatilag ugyanaz a konvolúciós hálózat alkalmas, amit az osztályozáshoz használtunk, azzal a különbséggel, hogy az utolsó kiolvasó rétegben egyetlen számra képezünk le. Amiben jelentős különbség lesz, az a súlyok és a tulajdonság térképek, mivel most a neurális hálózatnak valami egészen más dolgot kell megjósolnia. Most azt nézzük meg, hogy a pénzügyi szférában mire lehet a neurális hálózatokat használni. Az egyik fontos terület az opcióárazás. Az opció egy olyan termék, ami feljogosítja a tulajdonosát arra, hogy például egy részvényt vegyen vagy eladjon egy előre meghatározott időpontban és egy előre kialkudott áron. Ezt hívjuk strike értéknek. Vagyis függetleníteni tudja magát az adott részvény árfolyam mozgásától, ki tudja zárni a mozgásból fakadó kockázatot. Az eladói oldalról persze az egy nem triviális kérdés, hogy mennyiért adjon el egy ilyen opciót. Az ár lehető legpontosabb meghatározásához ismerni kell az adott részvény mozgásának fő jellemzőit. Ehhez modellek kellenek, amelyek meghatározzák az árfolyam dinamikáját. A gyakorlatban tipikusan ilyen cikcakos idősorokkal találkozunk, ahol azt például, hogy a napi árkülönbségeknek mekkora a szórása, azt már jobban meg lehet határozni. A napi mozgások jellemzésére rendelkezünk matematikai modellekkel, amik jellemzően sztohasztikus differenciál egyenletekből állnak, ahol az ingadozásokat továbbra is véletlenszerűnek tekintjük, de nem lehetnek akármekkorák. Például ezek a különbségek követhetnek egy normál eloszlást, ami azt jelenti, hogy legvalószínűbb esetben nem mozdul el az árfolyam, és ettől kisebb valószínűséggel pedig negatív vagy pozitív irányba fog változni az ár. Ha ránézünk az opciók piacára, akkor általában egy ilyen ábrát láthatunk. Különböző strike értékekhez tartozó opcióknak az árait láthatjuk itt. És ez tulajdonképpen azt mutatja meg, hogy a sok piaci szereplő mit gondol a részvény jövőbeni értékéről. Ha pedig a már említett matematikai modelleket hozzáillesztjük ezekhez a piaci értékekhez, akkor megkapjuk azt a legjobb modellt, ami leírja az adott részvény árfolyamának a lehetséges trajektóriáit. Ugye ezt ezen az ábrán mutattam. Ezt hívjuk a modell kalibrációjának a piaci értékekhez. A gyakorlatban ez a kalibráció nagyjából úgy történik, hogy egy kezdeti paraméter választással lehetséges trajektóriákat generálunk a modellekből, majd a lejárat időpontjában kapott részvényárakból, illetve a strike értékéből meghatározzuk az opció árakat, és hozzáhasonlítjuk a piacon megfigyeltekkel. Addig változtathatjuk a modellparamétereket különböző optimalizációs eljárásokkal, amíg a predikált opcióárak elég közel nem lesznek a megfigyeléshez. Itt fontos látnunk, hogy egy megbízható opcióárhoz akár több tízezer különböző idősort kell legyártani ugyanazzal a modellel. A gyakorlatban pedig nagyon gyorsan kell választ kapni az opcióárára, hiszen ha sokáig számolgatunk, könnyen lehet, hogy a piac már rég elmászott, és kezdhetnénk újra az egészet. Itt segíthetnek ismét a neurális hálózatok. Egy neurális hálózat ugyanis képes egy olyan leképezésre, ami a modellparaméterekből és a megfigyelhető részvényárból közvetlenül meg tudja mondani az opcióárat. Ha pedig van egy ilyen gyors leképezésünk, akkor megfelelő optimalizációs eljárásokkal sokkal gyorsabban meg lehet találni a megfelelő modellparamétereket. Ráadásul a neurális hálózatot nagyon nagy pontossággal meg lehet tanítani erre a feladatra, hiszen tetszőleges méretű adathalmazt tudunk generálni a klasszikus modellből. Ezzel a témakörrel egyébként elsőként egy magyar matematikus, Horváth Blanka kezdett el foglalkozni néhány éve, és több tízezerszer gyorsabb kalibrációt lehetett elérni neurális hálózatokkal, mint a klasszikus Monte Carlo eljárásokkal.
Láthatjuk tehát, hogy a neurális hálózatokat nagyon sok helyen lehet alkalmazni, rendkívül bonyolult összefüggésekre lehet rátanítani, a kiértékelésük pedig sokkal gyorsabb is lehet, mint a klasszikus módszerek esetében. Én remélem, hogy sikerült egy általános képet adnom a hallgatóságnak erről a területről, és most már nem hangzanak annyira futurisztikusan ezek a szavak. Köszönöm szépen a figyelmet, és további szép estét kívánok mindenkinek. Sziasztok!